koncertünk hátra levő részében több opera részletet is hallhatunk majd. Az első a nyitókar Verdzsik Szmetana az Eladott mennyasszony című operájából. Zongorán kísért ismét Mayer Angyalka. Születésnapi ajándék Mayer Angyalkától. Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tételét játssza a vörösvári vonósok kíséretével. Thank you.
Thank you.
operája második felvonásának fináliából következik a La Vergine degli Angeli, vagyis az angyalok szűzanyja. A cselekménynek ez a része az angyalok nagyasszonya templomában játszódik, mielőtt a főhős Leonóra kolostorba vonul. Ennek megfelelő a hangulata is. Szólót énekel Lukácsi fejű Zsuzsanna, kísérnek ismét a vörösvári vonósok, a zongoránál Majer anyalka. A Veresváros Reichkapelle egy Ravel művet hozott ma ajándékba a jubiláló kórusnak és a kedves közönségnek is. Következik Maurice Ravel
Pavane egy infáns nő haláláról. Ezzel kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy a Pavane a 16. század egyik legnépszerűbb, páros ütemű, lassú, méltóság teljes udvari tánca volt. Ugyanakkor maga Ravel a következő szavakkal óvta az előadó művészeket a túl lassú tempótól. Az infáns nő halott, nem a Pavane. Thank you.
Hölgyeim és uraim, mint említettem, ma több opera részletet fogunk hallani. A jubiláló kórus utolsó műsorszáma is egy opera részlet. Giuseppe Verdi Lombardo című operájából a Vitézek kara. A negyedik felvonás végén a lombard keresztes lovagok szomjúságtól gyötörve a hazájukra gondolnak, mintán Giselda, a remete és Arvino meghozzák a csodás forrás hírét. Zongorán kísér Maier. Thank you.
kedvelő közönség, tisztelt vegyes kórus, Filiszent Iván vegyes kórusa, kedves Feri és Piroska karnagyok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Bár a végén hangzik el a köszöntő, de ezek a szavak mégiscsak nektek szólnak. A művészi hitvallásoknak, annak, hogy 50 éve a zene szolgálatában álltok. Liebe Zuschauer, liebe meine Damen und Herren, lieber Chor, liebe Musikanten, ich weiß, dass ihr so viel gearbeitet habt und jetzt kommt erst für euch das Lob. Ich weiß, dass 50 Jahre sehr viel sind und das ist euer Glaube, dass ihr sagt, ihr dient. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm Manfred Husz, egykori Mártaelveszti polgármestert, Filiszent Iván és Mártaelveszti polgárát. Ich begrüße Herr Manfred Husz, den ehemaligen Bürgermeister von Mártaelveszt. Mihály Láber urat, a Mártaelveszt hivatalvezetőjét. Georg Brucker urat és Matthias Nitsch urat, a Mártaelveszti Musikverein vezetőit. Herr Brucker und Herr Nitsch, die Vorsitzenden des Musikvereins Mártaelveszt. Nagyon megtisztelő, hogy az 50 éves jubileumra eljöttek, hiszen nagyon szoros a kapcsolat a vegyes kórus és Manfred és a kinti egykori támogató között, mert hogy pontosan 35 évvel ezelőtt írták alá a partnerkapcsolati szerződést, és ahogy említette Gyula, bizony ez egy nagyon-nagyon hosszú időre visszanyúló szeretetteli baráti kapcsolat. Es ist eine sehr große Ehre, dass Sie zum 50-jährigen Jubiläum des Chors angereist sind, denn Sie haben auch eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Unterzeichnung der Partnerschaft zwischen Mártaelveszt und Filiszent Iván. És természetesen köszöntöm a fellépő művészeket. Csodálatos, hogy megtisztelnek minket, és egy igazi, úgy gondolom, hogy országos hírű koncertre tehettünk most szert, élvezhettük a zene minden csodálatos örömét. Hiszen valóban ma van a zene világnapja, és hogy mit is jelent ez? Hát mindenek előtt egy életérzés. Az, hogy a zene, ha megszólal, akkor bennünk elhallgatnak a rossz érzések, és elhallgat a fájdalom, és az öröm, a boldogság veszi át a helyét. Der Tag, der heutige Tag ist der internationale Tag der Musik, und das ist für uns heute ein sehr großes Geschenk, denn statt Not und statt Ängsten und statt Wehen, stimmt nicht, kommt in diesem Moment, wenn wir die Musik hören, fühlen wir nur Freude und Glück. És hogy miről szól ez az 50 év? Egy fél évszázad, egy ember öltő. 50 év alatt rengeteg zenei élmény érte a kórust, és a kórus fellépései ugyanezt adták át nekünk, és ahogy hallottuk, Európában, nagyon-nagyon sok országban és az országunkban is. Was bedeuten die 50 Jahre im Leben eines Chores? Es ist eine ganze Generation. Auch in Ungarn, aber auch im Ausland hat der Chor dem Publikum sehr schöne Stunden beschert. Ahhoz, hogy 50 évig ilyen intenzitással énekeljen egy kórus, ahhoz elsősorban azt gondolom szeretet kell. És nem csak a zene iránti, nem csak a zeneművek iránti szeretet, hanem egymás tisztelete és szeretete is. 50 Jahre zusammen zu singen, braucht man, ich denke, sehr viel Liebe.
aber nicht nur gegenüber der Musik, sondern gegenüber der Mitmenschen. És kell hozzá életöröm, mert a zene életörömöt vált ki. És bizony, ezt ma már a kutatók, tudósok bebizonyították, hogy milyen fantasztikus hatással van a testünkre és a lelkünkre a zene, és különösen az éneklés. Und Lebensfreude braucht man auch dazu. Denn es wurde von Forschern begründet, dass die Lebensfreude das Leben verlängert. Und das können wir auch durch die Musik bekommen. És kell hozzá boldogság, amit akárhányszor találkozom a kórussal, és akárhányszor hallgattuk az elmúlt évtizedekben, a boldogság mindig az arcotokra van írva, ez átjön, és ez érezhető a kórusművek előadásában, minden egyes koncerten. Ezért külön köszönet. Und das Glück gehört auch dazu. Immer wenn ich euch treffe und wenn ich bei einem Konzert bin oder bei einer Probe, kann ich an euren Gesichtern das Glück sehen. És hogy a legfontosabb talán mindezek mellett a szolgálat. 50 év, ez egy nagyon szép és egyébként nehézségekkel teli szolgálat is. Dabei ist auch der Dienst sehr wichtig. Denn in 50 Jahren habt ihr sehr viel gedient. Nagy köszönet azért és tiszteletem, és azt gondolom mindenkori önkormányzatnak az elismerésén és a jelenlegi önkormányzat nevében is mondhatom, hogy az, amilyen alázattal ti a zenéhez, az énekléshez álltok, amilyen alázattal készültök egy koncertre, az mindannyiunk számára példamutató. Und ich kann sagen, dass ich im Namen des jetzigen Gemeinderates und auch im Namen der früheren Gemeinderäte einen sehr großen Dank aussprechen muss. Denn ihr dient immer in der Gemeinschaft oder dient immer der Gemeinschaft und dafür gilt euch nur Dank. És meg kell említsem Pénzes Gábor egykori polgármester urat, aki nagyon nagy szeretettel szívén viselte a kórus sorsát és támogatta, és ugyanezt tudom elmondani a jelenlegi képviselőtestületről is, hogy amiben csak lehet, segítettük és segítjük a kórus munkáját, és nagy örömünkre szolgál, hogy folytatják ezt a szép 50 éves hagyományt. Und hier muss ich den Namen unseres früheren Bürgermeisters, Herrn Gábor Pénzes, erwähnen, denn er stand immer dem Chor bei und er stützte den Chor immer, genauso wie wir es auch tun und auch in der Zukunft tun werden. És köszönöm szépen, hogy a kórus közreműködése hozzásegítette Pilis Szent Ivánt, és Márt Leigasztot, hogy egy közös, nagy, hosszú évtizedek óta tartó barátság jöjjön létre, és ez a barátság folytatódik, hiszen ezért is vannak itt a vendégeink. Und ich bedanke mich bei dem Chor auch dafür, dass die Grundlagen für eine lange, lange Partnerschaft gelegt hat, für die Partnerschaft, die heute noch lebt und hoffentlich noch lange Jahre leben wird. Ezelőtt az 50 év alatt csodálatos barátságok, családi, baráti kapcsolatok jöttek létre, határokon átívelő, országon belül, sok-sok településsel, és ezért is gratulálok Neubrand Ferencnek és Piroskának, a kórus vezetőinek, és minden egyes kórustagnak, hogy viszik Pilis Szent Iván hírét, és elhozzák hozzánk a Musika által a világot. Ich bedanke mich dafür bei den Leitern des Chors, Piroska und Franz Neubrand. Und ich weiß, dass sehr viele Freundschaften entstanden sind zwischen Familien und auch grenzüberschreitend.
Außerdem bringt der Chor den Ruhm unseres kleinen Dorfes bis ins Ausland hin. Auch dafür, für diese 50 Jahre, bin ich sehr dankbar. Köszönet még egyszer a ma esti koncertért, és a jó kívánság marad hátra. Szeretném a legjobbakat kívánni a Karnagy úrnak, Piroskának és minden egyes kórustagnak. Jó egészséget, sok-sok erőt és új ötleteket kívánok, hogy hallgathassunk még ilyen csodálatos koncerteket. Nagyon vigyázzatok magatokra, szeretettel vár titeket Pilis Szent Iván, és köszönöm szépen, hogy most együtt ünnepelhetünk. Ich bedanke mich noch einmal für dieses gemeinsames Fest und ich wünsche dem Chor und seinen Leitern für die Zukunft viel Kraft, gute Gesundheit und noch viele schöne Ideen, damit wir noch viele solche Konzerte gemeinsam erleben können. És akkor találtam egy mottót, ami nekem nagyon tetszett, ami így szól: énekelj és tovább élsz. És kívánok hosszú életet, jó egészséget mindenkinek, és kérem szépen, hogy Feri. Das Motto, das ich dazu gefunden habe, lautet: singe, dann lebst du länger. Und das wünsche ich auch dem ganzen Chor. Sehr verehrte Gäste, liebe Chormitglieder, liebe Frau Bürgermeisterin, mit den Namen habe ich Schwierigkeiten, Jörgi, liebe Marika, ich habe noch vergessen, ja, alles St. Ivana, grüße ich. Leider habe ich das Ungarische in meiner ganzen Zeit, 25 Jahre, ich habe ja den Chor begleitet, nie gelernt. Musste ich aber auch nicht, weil die alle sich mit mir unterhalten haben. Und das war gut so. Und jetzt bin ich wieder da und kann wieder nicht Ungarisch. Kedves közönség, kedves kórustagok,
Mindenkit szeretettel köszöntök, és már 35 évig tulajdonképpen a kórussal éltem együtt, de itt vagyok most is, és még mindig nem tudom őket magyarul köszönteni. Nach diesem eindrucksvollen Konzert, ich sag's euch, beim Klavierkonzert ist mein Herzschlag immer höher geworden und auch das Klavier immer lauter und die Ohren glimmen jetzt noch von dem schönen Streichorchester und natürlich von den schönen Liedern. Einmalig. Der Chor ist etwas älter geworden, aber die Stimmen, die sind noch dieselben. El kell mondjam, hogy a koncert alatt, amíg a zongorát hallgattam, a zongora ütemére egyre gyorsabban vert a szívem is, és simogattak a vonós zenekarnak a hangjai, és el kell mondjam, a kórus kicsit idősebb lett, de még mindig olyan gyönyörűen hangzik. Er feiert, wie schon gehört, 50 Jahre, und das ist eine wirklich große Leistung und für diese Leistung hat natürlich auch der Dirigent mit seiner Ehefrau gesorgt. Und die haben hier wirklich was Großes geleistet. 50 év teljesítményéről van szó, amit leginkább a karmesternek és kedves feleségének köszönhetünk. 50 év alatt valóban nagyot alkottak. Piroschka und der Franz sind eigentlich das Aushängeschild des Chores. A Piroschka és a Feri tulajdonképpen a márka jelzései a kórusnak. Der gemischte Chor durfte mich als Bürgermeister viele schöne Jahre begleiten und mich mit schönen, unvergessenen Stunden miterleben lassen. Amíg polgármester voltam, nagyon sokáig kísért engem a kórus, nagyon sok felejthetetlen órát töltöttem velük. Aber auch die Stunden nach den Chorkonzerten waren lange bis früh in den Morgen und man hat auch andere Lieder gesungen. És a kórus szereplései után eltelt órák is csodálatosak voltak, ott bizony más nóták is megszólaltak. Und ich erinnere mich, einmal in der Csolicsada, früh am Morgen, 3 Uhr, 4 Uhr, musste meine Frau Csadást lernen. Arra is emlékszem még, hogy egyszer a Csolicsárnában hajnali 3-4 óra körül a kedves feleségemnek Csadást kellett tanulnia. Ich konnte zuschauen, ich wollte das nicht, das war mir zu anstrengend. Én csak néztem, mert nem tudtam táncolni, ez számomra túl megerőltető lett volna. Der Chor war in unserer Partnerschaft in Magleugas wirklich ein Aushängeschild für unsere gemeinsame Partnerschaft und war immer zur Stelle, wenn es ging, bei uns in Magleugas zu feiern. A kórus volt mindig az, amit a kirakatba tudtunk tenni, amikor arról volt szó, hogy ünnepeljünk, vagy Márklagászban a partner kapcsolatnak valamilyen eseménye zajlott. Ich bin überzeugt, dass der Ivana Chor mit seinen überwältigenden Auftritten unsere Partnerschaft in meiner Heimat erst richtig bekannt gemacht und gefestigt hat. Meg vagyok róla győződve, hogy a kórus a szerepléseivel hozzájárult ahhoz a hírnévhez is, amelyet a magyar partner kapcsolatunk szerzett Németországban. Sicher haben auch unsere Handballer, Fußballer, Feuerwehr und viele andere Personen, Firmen und Vereine mitgeholfen, diese Gemeinschaft mit Leben zu erfüllen. Dr. St. Ivana Chor. Biztos, hogy más egyesületek is, a tűzoltók, a polgárőrök, a focisták, a kézilabdások és egyes emberek is mind hozzájárultak a partner kapcsolat erősítéséhez, de mégis mindig a kórus volt az, amelyet a kirakatba tudtunk tenni. Unsere Blaskapelle, der Musikverein,
dessen die Vertreter heute auch hier sind, knüpfte mit dem Chor ein Freundschaftsband und war auch ein Garant dieser Gemeindepartnerschaft. És az itt jelen a Mark Lajgászti fúvószenekar, amelynek képviselői most is jelen vannak, és egész szoros kapcsolatot alakítottak ki a Szent Iváni kórussal. Mit den Gründern dieser Freundschaft, Gerinneri, Georg und Elisabeth Bauer, Bürgermeister Gabor Benzes und seine Ehefrau, meine Frau Hannelore, Jula und Lisbeth Malok, sowie Altlandrat Herbert Hoffmann, erlebten wir unvergessene Tage und eindrucksvollen Gesang in Bayreuth, die Erinnerung an dem Grab von Franz Liszt, in Kulmbach, in Nürnberg, in Rotenburg an der Tauber, in Weimar, Coburg, 14 Heiligen und in den Kirchen von Marienweiher und Mark Lajgászt. Marienweiher und andere Orten in unserer Region haben den Chor lieben gelernt. Itt szeretném megjegyezni, hogy milyen sok szép órát éltünk meg közösen Bauer Gyuri bácsival, a partnerkapcsolat alapítójával, kedves feleségével, Pénzes Gáborral, kedves feleségével, Évával, az én feleségemmel, és az egykori Látrát úrral, Hoffmann úrral, a Németország legkülönbözőbb városaiban, aki figyelt, meg tudta talán jegyezni a sok várost és a sok helyszínt, ahol a kórus mindenhol föllépett, felejthetetlen órákat töltöttünk együtt. Leider sind Georg Bauer, Bürgermeister Gabor Benzes, Altlandrat Herbert Hoffmann, Pfarrer Serafin verstorben. Sie haben sich mit voller Überzeugung für die Belange der Partnerschaft eingesetzt. Sajnos Pénzes Gábor polgármester úr, valamint Serafin atya és a régi Landrát Hoffmann úr, valamint a partnerkapcsolat megalapítója, Bauer Gyuri bácsi már nincsen közöttünk, de ők alapozták meg ezt a jó kapcsolatot. Gábor und Eva Benzes haben mit großem Elan und mit viel Liebe unsere Besuche mit dem Bus in St. Ivan und in vielen Städten in Ungarn organisiert. Gábor és Éva nagy lendülettel és sok szeretettel szervezte meg mindig utazásainkat, a buszkirándulásainkat itt Magyarországon. Und vergessen wir auch nicht die feierliche Fahnenweihe 1993 in Mark Lajgászt, als der Chor von der Firmeninhaberin Mark Lajgászt der Fahnenfabrik Meindl die Vereinsfahne gestiftet bekam. Meine Tochter Susanne war damals die Fahnenbraut. És ne felejtsük el 1993-at, amikor Mark Lajgászban a Meinl zászlógyártól a kórus 20 éves jubileumára kapta ajándékba ezt a zászlót, és ne felejtsük, hogy a zászló menyasszony, nem tudom magyarban ezt hogy szokták mondani, a zászló szentelésen az én lányom volt. Diese Fahne soll den Chor immer begleiten, und ich möchte anschließend ein Erinnerungsband an diese Feier, an Gedenken an diese Feier, an die Fahne heften. És ez a zászló kísérje mindig a kórust, és a mostani jubileum emlékére egy újabb szalagot szeretnék a zászlóra tűzni. Zum Schluss, ihr werdet alle schon warten, dass ich aufhöre wahrscheinlich, möchte ich nochmals allen danken, die diese Partnerschaft leben und immer unterstützt haben. És legvégül, gondolom már várják a végét, még egyszer mindenkinek köszönetet mondom, mindenkinek, aki támogatta és segített ennek a partnerkapcsolatnak a létezésében. Viele Grüße auch von unserem Landrat Klaus-Peter Söllner. Da habe ich ein Kuvert, erinnert mich, dass ich den wieder mit nach Hause nehme. És szívélyes üdvözletet hoztam a mostani Landráttól, Klaus-Peter Söllnertől. Emlékeztessetek arra, hogy itt van egy borítékban, a zakomban, nehogy visszavigyem Németországra. Auch Grüße von unseren Geschäftsleitenden Beamten im
in der Gemeinde Markleugast von Michael Laber, der ja mit dabei ist und der mich gefahren hat. In mein Alter fährt man immer so lange Strecken alleine. És szívélyes üdvözletet szeretnék átadni Michael Labertől, a község közigazgatási vezetőjétől, aki tulajdonképpen elhozott ide. Az én koromban azért ilyen hosszú utakat már nem szeretünk egyedül megtenni. Auch grüße von meiner Frau Hannelore, von den Kindern, von der Elisabeth Bauer, die aus gesundheitlichen Gründen leider nicht da sein können. Szívélyes üdvözletét küldi a feleségem Hannelore és a gyermekeim, valamint Bauer Erzsini, aki egészségi okokból sajnos nem tudott eljönni. Ich alle wünschen, die ich genannt habe, dem Chor weiter eine gute Zukunft und den beiden Chorleitern Franz und Piroschka noch viel Gesundheit und langes Leben. Danke für die Aufmerksamkeit. És mindenkinek nevében, akit itt említettem, a kórusnak további sikereket kívánok, a kórus vezetőinek pedig jó egészséget és jó kedvet. Köszönöm a figyelmet! Hát tulajdonképpen, ha egy kézirat nélkül jobban ment volna a dolog.